Szerdán délután érkezett a jelzés a nemzetközi riasztó rendszeren keresztül Romániából, hogy bányászati hulladékból származó nehézfém szennyezés érte el a Szamos folyót. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a szennyezés elterjedésének megakadályozása érdekében azonnal értesítette a vízhasználókat, emellett a gátőrök a folyó teljes szakaszán állandó figyelőszolgálatot látnak el. Csütörtökön egy mobil laboratórium is elkezdte a munkáját, amely azt állapította meg, hogy a vízi élővilágra legkártékonyabb anyagot ezúttal nem tartalmazzák a folyók. Csengernél vett első vízminta eredmények azt mutatják, hogy a szennyezés cianidot nem tartalmaz, tehát ez nagyon jó hír. Ugyanakkor többféle nehéz fémet, például réz, cink, illetve króm azt igen, tehát azt tartalmaz. A bajban szerencse gyakorlatilag, hogy a Tiszán is, illetve a Tisza kisebb mellékfolyóin, például a Bodrogon és a Sajon is sok víz érkezik, tehát a torkolati szakaszok alatt még jobban felhigul majd a víz. Most egyelőre úgy tűnik, hogy különösebb beavatkozásra nem lesz szükség, de 24 órában a kollégák a vízügyi igazgatóságokon folyamatosan figyelik a fejleményeket. Az érintett vízügyi igazgatóságokon a kivezető nyílásokat és a zsilipeket lezárták, így a víz, ezzel együtt pedig az emberi egészségre is ártalmas anyagok nem kerülnek ki a mederből. Csütörtökön ugyanakkor a szennyezés Vásárosnaménynál már a Tiszát is elérte, ami az előrejelzések szerint szombaton juthat el Tokajba és Tiszalökre. A vízügy és az országos műszaki irányító törzs szakemberei folyamatosan dolgoznak, amitől azt várják, hogy a következő napokban a veszélyes érték alá csökken a szennyező anyagok koncentrációjának mértéke.